mint a Népjóléti Bizottság elnöke állok itt most önök előtt. Ugye ismeretes önök előtt az, hogy tegnap a WHO bejelentette, hogy világjárvány van. Ma már több mint 20 országban regisztráltak fertőzött beteget, és az is ismeretes, azt hiszem önök előtt is, hogy közel tízezer fő megbetegedés van, és közel kétszázalékos a halálozási ráta. Azt mondja a WHO, hogy igazából jelenleg nincs hatékony eszköz a helyzet kezelésére, viszont készen állnak ők is, és az európai szervezet is, hogy az országok között közvetítsenek annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb együttműködést meg tudják csinálni. Én reggel kapcsolatba léptem a minisztériummal, kerestem államtitkárasszonyt, aki Ma reggel korán elutazott külföldre. A titkárságával beszéltem, a kabinet főnökével üzenetet váltottam. Szeretnék egy olyan időpontot a jövő hétre, amikor összehívhatom a Parlament Népjóléti Bizottságot, és arra kérem a tisztelt minisztériumot és azokat a hatósági szervezeteket, akiknek dolga ezzel az ügygel foglalkozni, hogy tájékoztassák részben a Parlament Bizottság tagjait illetve a lakosságot, hiszen nekünk legfontosabb az, hogy megvédjük az embereket a járványal szemben. Én most azt gondolom, hogy egyelőre pánikra nincs ok, viszont aggodalomra igen. Nézzék, akkor, amikor Kínában öt nap alatt ezer fős, ezer ágyas kórházat húznak föl, nálunk egy hét kellett ahhoz, hogy a kormány foglalkozzon egyáltalán az kérdéssel, és még most is csak arra kapott utasítást a minisztérium, hogy készítsen egy intézkedési tervet, akkor azt hiszem, hogy bizottsági elnökként joggal várom el tőlük, hogy közel egy hét múlva tájékoztassanak bennünket érdemben. Éppen ezért meghívom a minisztert, az egészségügyért felelős államtitkárt, meghívom az ANT, bocsánat, ANT, már nincsen, az országos tisztifőorvost és minden olyan hatóságot, akinek dolga van ezzel az ügyel foglalkozni. Én elsősorban kérdezni szeretnék. Kérdezni szeretnék azért, mert szeretnénk hiteles tájékoztatást adni. Úgy, mint ahogy csinálják a csehek, megnéztem, ahogy csinálják az osztrákok, csinálják a németek. Menjenek föl az ottani minisztériumok honlapjára, és önök is megláthatják. Az első, ami számukra a legfontosabb, az, hogy az aktuális tájékoztatás, hogy kinek mi a dolga a koronavírus kapcsán, ez köszön vissza a honlapokon. Hát nálunk itt éppen a féknyúzok -ok elleni küzdelem volt az, ami veti, vezérmotívum volt a, a kormány honlapján. Nézzék, egy héttel ezelőtt Prágában elrendelték a hőkamerás vizsgálatot. Nálunk ennek tudomásom szerint nyoma nem volt napokon keresztül. Tudomásom szerint most sincs. Ezen túlmenően több európai országban leállítják a repülőforgalmat nem csak Wuhan, ahogy ők mondják, Wuhan tartomány, hanem más kínai város között is. Mi éppen új járatokat nyitunk, de ezt most zárójelbe teszem. Bizonyára önök is tudják, hogy az előző két komoly járvány kapcsán, az egyik a SARS vírus volt, a másik a H1N1 vírus kapcsán, elrendelték, hogy pandémiás tervet kell készíteni a magyar illetékes hatóságoknak. Senki nem lobogtatta az elmúlt egy hétben, hogy itt van az aktualizált pandémiás terv. Akkor kérdezem azt, hogy hogy áll ennek a tervnek a frissítése. Rendben van-e minden a Nemzeti Eszközgazdálkodási Intézet, bocsánat, már az sincs, mert azt is beolvasztották valamilyen másik szervezetbe. Szóval van egyfajta Eszközgazdálkodási Szervezet ma Magyarországon, de nem tudjuk hogy hogyan vannak ellátva például vakcinákkal. Azt persze tudjuk, hogy speciálisan a koronavírusra még nincs vakcina, de akkor is kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert a influenza járvány és a koronavírus járvány most összecsúszott. A hozzáértő emberek azt mondják, hogy közel egy hét alatt megduplázódik a fertőzötteknek a száma. Nem kell fejszámolónak lenni ahhoz, hogyha nem tetőzik néhány héten belül ez a járvány, akkor itt százezres fertőzésekre lehet számítani a világban. Adja Isten, hogy Magyarország ö, nem kerül be a legsúlyosabban fertőzött ö, országok közé. Szeretném megkérdezni, és azért is teszem föl ezeket a kérdéseket, hogy tudjanak készülni a válaszokkal a jövő hétre, hogy mikor történt legutóbb frissítés a nemzeti influenza és pandémiás terv kapcsán. Vagy történt egyáltalán frissítés? Várható-e a koronavírus védőoltás kifejlesztése? Együttműködnek-e a kínai hatóságokkal a, az, a, a fertőzés megakadályozása érdekében? Mert erről ma reggel még a miniszterelnök se beszélt a rádió beszédében. Szeretnénk azt is megtudni, hogy mit tudnak egyáltalán tenni azok, akik attól tartanak, hogy megfertőződnek. Itt természetesen az emberekről van szó. Hova forduljanak egyáltalán az emberek? Hogyan tudják kizárni az egyes esetekben a fertőzés gyanúját? Szeretnék megtudni a jövő héten, hogy milyen tájékoztatást kapnak a házi orvosok a koronavírus járványjal kapcsolatosan. Mert hogy ezeken a honlapokon nem tudunk érdemi információhoz hozzájutni. Én egy fél órával ezelőtt is még bókláztam az interneten, de nem, nem találtam érdemi információt. Mit tudnak tenni, ahogy említettem, a házi orvosok? Akkor, amikor ennek a gyanúja felmerül egy kis faluba, ahol 30-40-50 kilométeres körzetben van csak olyan ellátó intézmény, amely képes őt fogadni. Ma Magyarországon milyen kezelést tudnak biztosítani az esetlegesen érintett betegek számára? Hangsúlyozom, számtalan ilyen kérdésünk van. Nekünk elsősorban az a kötelességünk, hogy a lakosságot tájékoztassuk. Ahogy említettem önöknek, a kormányzati intézkedésekről szeretnénk, hogyha számot adnának. Én a jövő hét elején tájékoztatni fogom önöket. Reményeim szerint a hétvégén a minisztérium megadja, megjelöli azt az időpontot, amikor a bizottságülést meg lehet tartani. Zárójelbe jegyzem meg, holnaptól elkezdődik a parlament tavaszi ülésszaka. Engem az égvilágon semmi nem korlátoz abban, hogy a holnapi naptól kezdve bármikor rendkívüli esetben összehívjam a bizottságülést. Még csak az a házszabályi kötelmem sincs, hogy öt parlamenti bizottsági tagnak kell kezdeményezni a bizottsági ülés összehívását. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a járványi vészhelyzet van, és kutya kötelességünk a mi parlamenti frakciónk és a Népjóléti Bizottság áll rendelkezésre és a segítségére az EMI Minisztériumnak is és a kormánynak is. Köszönöm szépen, hogyha ebben az ügyben van kérdésük, akkor szívesen állok rendelkezésükre.